A magyar-ukrán csúcs találkozónak akkor lehet majd értelme, ha az új dimenzióba tudja léptetni a két oldalú kapcsolatokat, amihez azonban még sokat kell dolgozniuk a feleknek. Ezt mondta Szijjártó Péter a tegnapi külügyminiszteri találkozóval kapcsolatban. Hozzátette, hosszú az út odáig, hogy megtarthassák a felső szintű találkozót, vagyis Orbán Viktor és Volodymyr Zelenszkij tárgyalását, de Magyarország készen áll a közös munka elvégzésére. Azt kérjük, hogy a Kárpátaljai Magyar Nemzeti Közösség azokat a jókat kapja vissza, amelyekkel 2015-ben már rendelkezett. Hétfőn találkozott Ungváron az ukrán külügyminiszterrel és az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, Szijártó Péter. A magyar külügyminiszter már a tárgyalás elején leszögezte, kulcskérdés a Kárpátaljai Magyarok 2015-ig létező jogainak visszaállítása. A találkozó után az ukrán elnöki hivatal vezetője az m arról beszélt, abban bíznak, hogy a külügyminiszteri csúcs új lapot nyit a két ország között. Andriy Jermak emlékeztetett arra, hogy az ukrán parlament tavaly decemberben elfogadott egy törvényjavaslatot a nemzetiségek, köztük a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogáról. Az első és legfontosabb üzenet az, hogy Ukrajna kész a jó szomszédi viszonyápolására. Sok áldozatot követelt ez a háború a helyi magyarok körében is, fogalmazott André Jermák. Az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok javulására számítanak a kárpátaljai magyarok képviselői is, akik hétfőn külön is találkoztak a két ország vezető politikusaival. A kárpátaljai magyarság számára fontos, hogy visszakapják az oktatási és nyelvhasználati jogaikat. A mai nap nagyon sokat hozott és tett hozzá, oly mód, hogy gyümölcsözőbbé tegye, tartalmasabbá tegye, biztonságosabbá tegye, hogy tudjunk haladni, mivel Magyarország számunkra az első ország, akire mindig számíthatunk, aki mindenben támogat. Magyarok vagyunk, egyértelmű, hogy Magyarország számunkra a, a, a legfontosabb ország az európa országok között, a, és, 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 és a mai nap ezen a téren óriási lépés. A hétfői találkozón a magyar kormány azokat a jogokat kérte vissza a kárpátaljai magyaroknak, amelyek 2015 előtt is léteztek. Magyarország 11 pontban foglalta összekéréseit a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, ezt már Mentszer Tamás államtitkár mondta az m en Azt kérjük, és az az elvárásunk, hogy a már korábban meglévő úgynevezett szerzett jogokat adják vissza, amely jogok elvétele egyébként minden európai értékkel ellentétes, minden nemzetközi és minden kétoldalú megállapodással ellentétes, tehát Nemzeti közösségektől már meglévő szerzett jogokat nem illik elvenni. A külügyminiszteri tárgyalás egyfajta előkészítése volt Volodymyr Zelenszky és Orbán Viktor találkozójának. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban kedden úgy fogalmazott, hosszú út van még a csúcs találkozóig. Kiemelte, most meghatározó lépések történtek, de a kisebbségi jogok mellett fontos, hogy más területeken, például a közlekedési együttműködésben és az infrastruktúrális összeköttetésekben is legyenek előrelépések. Legfelső szintű találkozónak akkor van értelme, hogyha egy ilyen találkozó új dimenzióba, új korszakba tudja léptetni két ország kapcsolatát, együttműködését. Na most ehhez még nekünk nagyon sokat kell dolgoznunk az ukrán kollégákkal, hogy eljussunk ide. Hosszú az út odáig, hogy felső szintű találkozóra kerüljön sor, de mi készen állunk ezen közös munka elvégzésére. Hangsúlyozta, ha a megjelölt pontok maradéktalanul teljesülnek, akkor ez egy új korszakot teremthet. Ahogy fogalmazott, egy új, tiszta oldalt tud jelenteni a két ország együttműködésében, és csak ezek után van értelme a felső szintű találkozó időpontjáról beszélni.